Hadd mondjam el önöknek, hogy az egyenes beszéd után kezdődik új műsorunk Bánó Andrással, a Külvilág, és az egyik téma egy egészen friss téma lesz, amit, hogyha most minket néztek és nem olvasták a híreket, akkor talán nem is értesültek róla. Az Iszlám Állam egy újabb amerikai újságírót fejezett le, Obama politikáját kritizálva, illetve bosszúból, fenyegetésből, és minden kifejezést használhatunk itt ez esetben. Érdekessége még a történetnek, szomorú érdekessége, hogy a szabadúszó amerikai újságíró édesanyja személyesen az Iszlám Államhoz könyörgött, hogy a rabságba ejtett fiát hagyják életbe az előző újságíró lefejezése után, tehát féltette a fiát attól, hogy ugyan erre a sorsra jut. Hát az Iszlám Állam nem könyörült meg az anyán, illetve nem hallgatta meg a szavait. Videóüzenetben ismét közzétették, tehát egy újabb amerikai újságíró lefejezését, ez pár perccel ezelőtt került ki a különböző hírportálokra, és ahogy mondtam, ezzel is foglalkozik majd a Külvilág új külpolitikai műsorunk. Amivel meg még mi foglalkozunk, az a közgazdászképzés. De hogy mi a baj ma Magyarországon a közgazdászképzéssel, ami miatt új típusú közgazdászokat kell képezni 200 milliárd forintért, én azt nem tudom, de abban reménykedem, hogy Róna Péter, igen, jó estét kívánok, üdvözlöm. Kérjük sokkal, jó estét kívánok. Annyira rossz a közgazdászképzés ma Magyarországon? Vagy? Nézd, én ezt a kérdést egy másik irányból közelíteném meg. A kérdés az, hogy a Magyar Nemzeti Banknak, mint egy állami tulajdonban levő közintézetnek, milyen jogi alapja van ahhoz, hogy ilyen tevékenységet folytasson. A Magyar Nemzeti Bankot egy törvény szabályozza, amit úgy hívnak, hogy Magyar Nemzeti Bank törvény. Ez a törvény előírja a Magyar Nemzeti Bank feladatait és a feladatok mellé rendelt eszközeit. Ezek között a közgazdász képzés nem szerepel. Tehát a Magyar Nemzeti Bank törvényéből ezeknek az alapítványoknak létrehozatala nem következtethető le. De alapítványt a Magyar Nemzeti Bank a törvény szerint létrehozhat és támogathat, nem? Nem. Az sem? Nem. A törvény szerint a Magyar Nemzeti Banknak van egy sor feladata, azokhoz a feladatokhoz fűződő alapítványt vagy leányvállalatokat létrehozhat, de nem találhat ki magának feladatokat, amely feladatokat ilyen konstrukcióban látna el. Tehát a Magyar Nemzeti Bank, nem a Magyar Nemzeti Bank vezetősége állapítja meg, hogy melyek a Magyar Nemzeti Bank feladatai, hanem az országgyűlés. Most közben gyorsan megkerestem, a Magyar Nemzetnek nyilatkozott a Magyar Nemzeti Bank alelnöke, aki egyebek mellett azt is biztos olvasta az interjút, azt is mondta, hogy a hazai közgazdasági gondolkodás fejleszteni kell, mert ezáltal például megelőzhetők lesznek az olyan brutális hibák, amilyeneket például a deviza hitelezés terén elkövettek, és arról, hogy ez a 200 milliárd forint milyen nagy összeg, és hogy egyetem miért is, arról azt mondta, hogy tény, hogy hazánkban nem megszokott, hogy ekkora vagyona legyen alapítványoknak, de külföldön ez bevett gyakorlat. Azon lehet vitatkozni, hogy a jegybanknál keletkezett nyerességet mire érdemes fordítani, de a jegybanki függetlenség egyik legfontosabb záloga, hogy sem az országgyűlés, sem pedig az MNB tulajdonosa nem dönthet arról, és még csak nem is befolyásolhatja azt, hogy mire fordítsa a keletkező eredményét a jegybank. Teljes szereptévesztés. Tehát az országgyűlésnek se, senkinek semmi köze ahhoz, hogy a jegybank, mint valami állam az államban nyereséget termel, és azt arra fordítja, amire akar. Örüljünk, hogy közgazdász képzésre, mert egyébként tehát vihetné, mert a kaszinóba, vagy hogy kell ezt érteni? Ezt el lehet mondani, biztos, hogy a magyar... Biztos nem így. Biztos nem így. Tehát fel van adva a feladat, a labda a magyar országgyűlésnek, hazánk országgyűlésének, hogy van-e egy nála magasabb hatalom, ami... úgy hívnak, hogy Magyar Nemzeti Bank, ami saját maga jelöli ki az ő feladatait és céljait, ami céloknak a kijelölésére és végrehajtására a Magyar Országgyűlésnek az elmondottak szerint semmiféle ráhatása nem lehet. Na most ilyen elmélet a világon nincs. Tehát ez egy teljes szereptévesztés. Hozzátenném, hogy a szereptévesztés része az a gondolat, hogy a Nemzeti Banknak van profitja.
ez nem így van. Hát nyeres. Hát közműcégeknél nem jó a profit, azt hallottuk az elmúlt 20 percben, azt most már tudom, de itt ez esetben nyereség, hát nyilván nincs a devizán sikerült nyereség. A nyereség abban az értelemben, ahogy ezt a nyereséget mi felfogjuk a versenyszférában tevékenykedő vállalatok esetében, nem vonatkozik a Magyar Nemzeti Bankra. A Magyar Nemzeti Bank eszközei a magyar állam tulajdona. Itt nincs külön nyereség, ami fölött a Magyar Nemzeti Bank igazgatósága rendelkezik. És a képződik nyereség például az árfolyam különbségen, tehát a gyenge forint az interjúban is emlegetett devizahiteleseknek a rémálma. Ezek szerint a Magyar Nemzeti Banknak annyira nem rémálma, mert mondjuk a gyenge forint miatti árfolyam különbségen árfolyam nyereséget tud könyvelni. Nem is keveset, hogyha ennyit sikerül ebből. De tehát ha árfolyamon, a fizető eszköz árfolyamon ingadozik, az árfolyamon nyeresége van, vagy vesztesége van, akkor az a nyereség is, veszteség is az MNB-é? Egyik se. Mind a kettő a magyar államé. Tehát ha vesztesége van, a magyar állam köteles a veszteséget pótolni, és ha nyeresége van, az a nyereség nem az övé, hanem a magyar államé. De na, a tétel nem tudja megfordítani, hogy kötelessége a magyar államnak odaadni, mert ezek szerint nem. Vagy kötelessége odaadni a nyereséget a magyar államnak, kvázi a költségvetésnek. Hát az attól függ, hogy a magyar állam mit mond. Uh-huh. Ne? Na most, tehát legyünk ebbe teljesen világosan, helyre tegyük ezt a kérdést. A Magyar Nemzeti Banknak keletkezhet könyvelési eredménye abból, hogy a forint leértékelődik, aminek következtében a forintban számított devizatartalékai többet érnek. De ha ő ezt a nyereséget realizálni, azaz készpénzé kívánja váltani, akkor neki ezt a devizatartalékot el kell adnia. Ha viszont eladja ezt a devizatartalékot, már nem teljesíti a devizatartalékhoz fűződő feladatot és célt. Azaz a devizatartalék megszűnik, mint devizatartalék, ha ezt eladja. El tudja képzelni azt, hogy a magyar nemzet valóban árfolyam nyereséget csak úgy tudunk realizálni, hogyha azt a devizát eladjuk, és a nyereség ezáltal a miénk lesz. El tudja képzelni, hogy a Magyar Nemzeti Bank a magyar állam devizatartalékából akkora mennyiséget eladott, hogy annak csak a nyeresége, a haszna az árfolyam különbségen minimum, és most a többi költést nem is veszem, minimum 200 milliárd forint? Na most ugye itt rátérünk egy másik kérdésre, nemzetesen arra, hogy májusban megszűnt a Magyar Nemzeti Bank felügyelőbizottsága. Igen. Ennek az az eredménye, hogy az ilyen és számos nagyon fontos kérdésekre nem tudunk kapni hitelt érdemlő választ. Mert nincs meg az a felügyelőbizottság, amelyik képes lenne az erre vonatkozó tényeket és adatokat feltárni, és arról hitelesen mind az országgyűlés, mind a közvéleményt tájékoztatni. Most ez egy óriási hiányosság, ami hiányosságnak része az, hogy az alapító okiratban és magában a törvényben a felügyelőbizottság úgy van definiálva, mint a tulajdonos, tehát a magyar állam folyamatos ellenőrzési szerve. A folyamatos ellenőrzés májusban megszűnt. Na de amíg például májusig ön is a folyamatos ellenőrzés részese volt, szereplője volt, azt érezte, hogy ez az ellenőrzés, ez egyébként hatékony? Hallgattak az önök a felügyelőbizottsági kontroll emberek szavára? Hát, hogy mennyire hatékony, azt én rábízom az országgyűlésre és a közvéleményre, de az biztos, hogy az utóbbi időben tapasztalt tranzakciók nem történtek meg akkor, mikor ez a felügyelőbizottság hivatalban volt. Minden esetre, hogyha ez nyereség, már pedig azt mondta Matolcsy György, most az alelnök is, hogy ez a 200 milliárd, ez nyereség, akkor itt most túl sok nulla, hogy visszaosszam, de gyakorlatilag ki lehet számolni azt, hogy mennyi valutát kellett eladni ahhoz, a valuta tartalékból, hogy annak csak a nyereség része, mondjuk egy euró és forint árfolyam közötti, nem tudom, 50 forintos különbség, hogyha ilyen nagyon ügyes volt az MNB, az kihozza a 200 milliárdot. Igen. Tehát, hogy ezek forintosíthatók és visszaoszthatók. Na most ezzel kapcsolatban a
Nemzeti Bank egyrészt hivatkozik valamiféle nyereségre, másrészt pedig azt mondja, hogy az alapítványok feltőkésítése a pénzkínálat növeléséből fakadt. Azaz, ők pénzt nyomtattak, és a kinyomtatott pénzből tőkésítették fel az alapítványokat. Na most, tehát a Nemzeti Banknak feladata a pénzkínálat karbantartása, alkalomattán növelése, alkalomattán csökkentése, tehát ez a fő feladata a monetáris politikának, hogy a pénzkínálatot karbantartsa. Na most nem vagyok teljesen világos, nem világos a számomra, hogy a 200 milliárd forintos tőkésítés most nyereségből, tehát realizált vagy nyereségből, vagy pénzkínálat növeléséből. Hát minden esetre az élet nagyon egyszerű lenne, de nem így működik. Remélem az unortodox közgazdász világ sem gondolja azt, hogy ha valahol hiányzik a pénz, oktatás, egészségügy, nyomjunk gyorsan, és akkor van. Tehát ez azért nagyon unortodox lenne. Köszönöm szépen, hogy itt volt és elmondta mindezt. Önöknek is köszönöm a figyelmet, és ahogy már mondtam, kezdődik a külvilág perceken belül. Bánó András már várja önöket, és hát nyilván az újabb amerikai újságíró lefejezéséről is kérdezed majd a vendégeket. Szervusz! Szervusz, Olga, jó estét kívánok! Természetesen, hogy így lesz. Teljesen fölborult egyébként az előre eltervezett műsor, de hát ez már csak így van, és ezért fontos, hogy a külvilág mindig élőben menjen, mert akkor a legfontosabb eseményekről azonnal be tudunk majd számolni. Itt lesz Wagner Péter, a Külügyi és Külgazdasági Intézet munkatársa, a térség egyik katonapolitikai szakértője, valamint Csejtei István volt líbiai nagykövet, címzetes főiskolai docens a Budapesti Gazdasági Főiskolától. Velük beszélem majd meg a lefejezést és az iszlám állam körüli fejleményeket. A műsor második részében pedig Ukrajnával foglalkozunk. Pók Attila, tudományos tanácsadó, a Történettudományi Intézet munkatársa lesz a vendégem. András, köszönöm szépen, nézzék a külvilágot, tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra!